A járész is japán első számú motorolaját a Zeneoszt használja. Ahogy megszokhattátok a Check Engine-en a podcasteket, egy igényes stúdióban szépen bevilágítva vesszük fel. Na most legutóbb is így történt, viszont egy kis technikai hiba csúszott a felvételbe, ezért a felvétel megsérült tulajdonképpen élvezhetetlen lett, de nem a hang. Úgyhogy előre is elnézést mindenkitől, aki nézni és nem csak hallgatni szokta a podcastjeinket de ma egy állóképet teszünk be a hang alá, viszont a hangot ugyanúgy sértetlenül tudjátok hallgatni. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, like és kezdünk is. Néhány hónapja jelent meg a mozikban az új Ryan Gosling film, a Fall Guy, ami hát ilyen szórakoztató vicces szirupos formában mesél egy kicsit a kaszkadőr munkáról, de Magyarország, ezt nem sokan tudják, hatalmas filmkészítő központ, főleg nyilván a, a költségek miatt, és nagyon sok kaszkadőr dolgozik nálunk. Ezért hívtam el Bocsikosszit, hogy meséljen egy kicsit arról, hogy egy autós kaszkadőr hogyan dolgozik. szit. nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Elsőre kérlek egy kicsit Tisztázzuk azt, hogy hogy áll össze, mert ugye azt mondjuk, hogy kaszkadőr, Ugye van autós, az autóson belül is van, aki precízen vezet, van, aki autót tör, van, aki gázol. Hogy állnak össze ezek az al szakágak, úgymond? Köszönöm a meghívást először is, hogy itt lehetek. Az elmúlt években történt ez, hogy ahogy egyre több film jött Magyarországra, úgy egyre több kaszkadőrre lett szükség. És azért ezelőtt mondjuk 15-20 évvel nem volt ennyire szétszeparálva, hogy egy kaszkadőr, ő most autós, lovas, vagy, vagy, bármilyen. Tehát, hogy nem, aki kaszkadőr volt, ő kaszkadőr volt. Ő ugyanúgy tudott lovazni, ugyanúgy leesett a háztetőről, és ugyanúgy motorozott, ha kellett. És ahogy telt múlt az idő, jöttek egyre nagyobb produkciók, egyre több ember kellett, és egyre, egyre komolyabb Dolgok is ö, jöttek, és így elkezdődött az, hogy jöjjenek plusz emberek, jöjjenek plusz szakértők, és az adott ö, szakákban most tök mindegy, hogy ez autózás vagy lovazás, így elkezdett szétszeparálódni, hogy na mondjuk te itt vagy, neked mi az a skill, amiben nagyon jó vagy, versenyeztél mondjuk, nem tudom, akár akármilyen ö, küzdősportot csináltál, akkor róla tudják azt, hogy te valószínű jól bunyózol, és ha bekerülsz ebbe az egészbe, akkor szépen lassan megismernek a kaszkadőr szakértők, koordinátorok, és látni fogják azt, hogy mi az, amit te valójában is tudsz, és mit lehet rád bízni. Neked az autózás mellett van más? Úgymond végzettséget, képességed, amivel beszoktál szállni ilyen filmekbe? Vagy te csak kizárólag vezetsz? Nem. igazából úgy is indult az én Karrierem itt a filmgyártásba, ami most lesz szeptemberben 10 éve, a Spectral nevezeti produkció volt az első, ahol egy jó barátom által kerültem be, Ö, azt se tudtam, hogy mi az a filmgyártás fogalmam nem volt róla. Egyszer csak jött egy telefon, hogy van egy lehetőség, lehetne filmbe dolgozni. Jön egy produkció Magyarországra, ahol kellenek olyan emberek, mint én. És akkor visszakérdeztem, hogy milyen, milyen, az, milyen az az olyan ember. És akkor erre csak annyi volt a válasz, hogy nyugodj meg, Oszi, pont olyat keresnek, mint te. És akkor ebből az egészből elindult Iztánem. az, fogalmam nem volt, hogy hova megyek, hogy mit csinálok. Az első napom a Ferihegyi Reptéren volt egy éles forgatás. Sose láttam se kamerát közelről, se stábot, nem tudtam, mi az a catering, hogy, hogy ott hogy működik. Ugye ez egy kis család, amikor felépül egy ilyen nagyobb stáb, akkor ott van több száz ember, és mindenkinek megvan a pontos helye, pozíciója, hogy ki mit csinál az adott nap. És én ebbe belecsöppentem, ott, mint játszóautó részleghez kerültem. Mit jelent a játszóautó? Amit filmvásznon láttok, bármilyen jármű. Ez lehet egy űrhajó, lehet egy traktor. Lehet egy bicikli, de, de a játszóautó az aminek szerepe van a sztoriban alapvetően tehát mondjuk a főhős vezeti vagy esetleg akciózik ilyesmi vagy pedig játszóautó az is amit csak így a háttérforgalomban az összes az összes minden játszó mi, minden, minden jármű ami az adott produkcióban van az a játszóautó részleghez tartozik ha át kell alakítani ha át kell festeni ha nem kell vele semmit csinálni a játszóautó részleg szerzi be ezeket a járműveket, ők koordinálják a díszletbe, tehát ők szállítatják oda is, vagy szállítják oda a díszletbe, a helyszínre. Ha úgy van, hogy a, a produkció azt kéri, hogy na, rendezünk be egy díszletet, hogy 15 autó kell egy utcaképhez. Látunk egy utcaképet, ott parkolnak autók, akkor a játszóautó részleg emberei, te már ebből a feladóból kiveszed a szereped? mint hogy ö, autóversenyző vagy, nem majd ki fogunk térni, hogy milyen szakákban, meg igen. hogyan, de hogy, de hogy vannak kapcsolatai, tehát hogy te, te részt veszel az autóknak az oda szervezésében is? Természetesen, igen. Már azért eljutott oda a, a, a csapatunk, nagyon büszke vagyok a srácokra, mert olyan dolgokat tudtunk megcsinálni, amikor elindult ez az egész, akkor még nagyon az volt, hogy ha jöttek nagyobb produkciók, mindig jött hozzá külföldi csapat, ami tök jó amúgy, mert rengeteget tudtunk tanulni tőlük. Tehát jöttek Amerikából, Angliából, tényleg a világ minden pontjáról ide jöttek úgymond játszautós csapatok, és akkor mi hozzájuk tudtunk csapódni, mint magyar brigád. És ez már kinőtte magát olyanná, hogy amire talán így a legbüszkébb vagyok, hogy a Héló nevezetű film, ami ugye a Microsoftos játék, a jó játék igen. annak mind a két részét mit csináltuk meg Magyarországon, és az első részben 38 darab jármű lett átépítve. Tehát nem az volt, hogy be kell szerezni egy Swiftet, és akkor lefestjük zöldre, hanem ezek nulláról lettek szinte építve, ahogy kitalált a, a, a járműnek a, a tervezője. Igen, az árt, van, a Warthog egy elég híres darab. Így gondolom. Van. Belőle, belőle négyet csináltunk. Mik az alapok ilyenkor? Mert például azt tudom, hogy amikor a The martian forgatták, a, amikor fönragadt a Marson, Igen. nem Tom Hanks kivételesen nem ő hanem... Mindegy, Igen. ez Andy Weir könyvnek a Igen. filmváltozata. És nem fog eszembe jutni, ott a Mars járót azt... Ö, ö, kombányból csinálták, mert ez is egy régi kombányból. Tehát miből csináltak volt? Hát ö, itt az volt az alap, Feladat, hogy nézzen ki úgy, de nem csak, hogy nézzen ki úgy, de jól is kellett menni az egyiknek. Tehát, hogy az első, amit kitaláltunk, hogy legyen egy hágyes hammer, uh -huh. azt lecsupaszítottuk, Ugye annak meg volt a maga a hajtás egy alváz, motorral váltóval kompletten. És akkor utána jött a következő rész, hogy meg kellett tervezni magát azt a vázat, amitől majd úgy fog kinézni, mint ahogy ki kéne néznie, és arra egy üvegszál komplet karosszéria lett egy díszletépítő cég által megépítve, tehát rendesen habból meg lett csinálva a sablonja, uh -huh. és akkor utána üvegszálból elkészült maga a külseje, de a belseje, a lakatos munka, maga a szerkezete, azt mind mi csináltuk, ami amiből három volt olyan, hogy gyári ő, szívó dízel hágyes motor, katonai. Ezek nyomasztóan lassúak. Igen, hát azok egy, Ilyen traktor, lassú na, jármű. Hát így ennyit, amit megbeszéltünk, még most se váltott volna vissza, leteliszted volna a gázpedált, olyan lomha szegény, de erre viszont nagyon jó volt. Csak jött a kérés, hogy jó, jó, ez tök jó, csak kéne keresztbe menni vele, meg hogy a bányába fogjuk használni Dunabogdányba, és ugye ennek szednie kéne a talpát. És akkor itt kanyarodnék vissza oda, hogy miért volt jó, amikor jöttek ide külföldiek, és lehetett tőlük tanulni, mert amikor a Terminátort forgattuk itt Magyarországon 2019-ben, akkor be, bekerültünk ebbe a csapatba. És ott volt lehetőségünk, vító, sima vító, az akkori vító, egy-két éves lehetett. Mercedes kisbusz. Így van. De azt képzeld el, ami full fehér, a lökösei azok sima szürkék, szóval a legaltóbb. A lega így van, így van. Ez is volt a lényege. De hogy ott is kellett, hogy kéne valami kis erőt hozni bele. És szerencsére olyan csapatba csöppentünk bele, hogy gond nélkül raklapon ott volt egy LS3 motor. Nem de, mondott. De, tök új. És akkor volt rá kéthetünk, hogy a magyar csapattal belehajítsunk egy ls 3 és akkor... Ez összeállt. És és, és akkor mi lett a bortonga? És a Warthogban is hát akkor nyilván, mivel ez a tapasztalatunk már megvolt, így nem volt kérdés az, hogy jöhet az LS3 bele. Úgyhogy van egy Warthog Magyarországon, a mai napig itt van, itt pihen, amibe ott figyele az 525 lovas 6.2-es LS3 motor. És még nem is ez a, az egy dolog, hogy ez így összejött, meg emellett a rengeteg jármű, de ami nagyon nagy szó volt, hogy vannak úgynevezett podok. Na, nem tudom, láttál-e már olyat, olyan Ugye. kapszulákat igazából, ami bukócső anyagból meg van építve, most mindegy a formája mm. igazából, és az mint egy rendes, mint egy szimulátor kokpit, amit kinn is van. Abban ül a színész és hát nem a, nem a színész, hanem épp az, hogy a kaszkadőrül benne azért, hogy a színészt lássuk úgy, hogy a jármű halad, de nem ő vezet, és nem az ő kezében van az irányítás. Tehát mi ezt a... nem látjuk, nem látjuk a kamera képen, hogy ez rajta varával szerelve. Ez lehet a jármű tetején, elején, oldalán, hátulján. A, a, a baby driverben a piros szubarúk, ott, ott ezek a podok az autó tetején így voltak, van, és így bent van. a színészek ugye azt csinálták, amit van. a színészek így játszottak, van. és fönt és pedig kaskadőr, egy kaskadőr, vezetett. Így van, és ahogy telt múlt az idő, jött egy olyan sztori, hogy ezt meg kellett valósítanunk, és ott három hetünk volt rá a magyar brigáddal, hogy ezt vagy megcsináljuk, vagy nagyon nagy baj lesz. És akkor, aki eddig csinált, ő a külföldiek, meg Magyarországon is volt egy-két próbálkozás, meg van, ami működik, mindenki mondta, hát mit, na, egy év, fél év, és akkor nem nagyon aludtam három hétig, meg kihullott az összes hajam, de arra nagyon büszke vagyok, hogy azt összehoztuk, és hibamentesen lehozta az egészet, és a Varthog elejére volt felszerelve, és akkor a kaszkadőr onnan vezette, és amúgy akkor ültek az autóba is, mert olyan jelenet volt, hogy ki kellett mászni az autó elejére és átugrani egy képzeletbeli űrhajóra, amit ugye utána utómunkával odaraktak. De most mondod itt az utómunkás űrhajót meg ilyeneket, hogy nem olcsóbb megcsinálni az autót is cégéivel ilyenkor? Vagy... Sajnos az egész filmgyártásaig az, hogy szépen lassan valószínű, hogy ezt körbe fogja ölelnie ez. Erről pár éve beszélgettem egy film és aki azt mondta, hogy a, a filmipar az olyan, hogy, hogy ha valamit meg lehet oldani 20 dollárból, meg 19 dollárból, akkor azt 19 dollárból fogják megoldani. Így van. Ez még azért így áll? Ezt tartják? Masszívan. Uh -huh. Szóval azt tudom mondani, hogy mivel ez biznisz, az egész, tehát nagyon-nagyon sok dolgot körül el, de a lényeg a lényeg, hogy a költségvetést alacsonyan tartsák, és ha meg tudnak valamit oldani egyszerűbben, akár időtakarékosan, vagy olcsóbban, akkor azt fogják választani. Itt például talán az egyik ö, leg... Ö, nem újabb, hanem amit használnak most Magyarországon, hogy eddig ugye... Igen? Eddig ugye volt olyan, hogy zöld háttereknél, meg kék háttereknél használtuk a járműveket, amikor statikusan álltak, de azt kellett lássuk, mintha ez az autó menne valahol. Uh -huh. És akkor ugye stúdióba egy stúdióban egy helybe állt az autó, az emberkék lögdösték, hogy úgy tűnjön, mintha mozogna, a színész mozgatta a kormányt és beszélgettek. És akkor az egy kék vagy egy zöld háttér mögött történt. Most már olyan modern lett falak vannak, hogy elmegy egy kameraautó, felveszi az adott helyszínt, tudom én, ha fölmegy dobogókőre, mm -hmm. mert a rendezőnek az, a, az az út tetszik, ezt felveszi a kameraautó bemegyünk a stúdióba, körbe van lett fallal rakva az autó, és mögé van vetítve. Szóval már az sincs, hogy magára a zöld háttérre kell majd felrakni azt az adott hátteret, hanem bizony mögé van vetítve, és full úgy néz ki, mintha tényleg menne az autó. Meddig látod ezt úgy reális szakmának, hivatásnak? Tehát, hogy mikor lesz az, hogy, ő, hogy átveszi? Téged még kiszolgál, hogyha ezzel akarnád lejönni az életed? Olyan sok dolog történt az elmúlt pár évben, amire nem számítottunk, gondolok itt ilyen be, például a Covid-ra. Szóval ott voltunk a díszletben, ment az egész, és délelőtt szóltak, hogy le kell állnunk, mert történt valami. És senki nem tudta, hogy mi történt. Már lehetett ugye akkor tudni, hogy va van ez az egész de viszont hozzánk is elért. És akkor ott, mintha kihúztad volna a konnektorból a dugót, megállt minden. És nem tudtuk, hogy holnap kezdünk újra dolgozni, vagy három hét múlva, vagy tíz hónap múlva. Ez nagyon sok szakmára igaz volt akkor, ugye? Persze. Vendéglátás hasonló. A vendéglátás hasonlók, amit álmunkban nem gondoltunk volna, hogy, le, hogy történhet ilyen. Tehát olyan történhet, hogy valami miatt egy produkció elmegy, valamilyen behatás Ra, de az, hogy jön egy ilyen vírus, és akkor most vége lesz, hogy több mint fél évet nem dolgoztunk utána. És utána nagyon-nagyon nehezen indult vissza maga az egész filmgyártás is. És nagyon nagy az infrastruktúra, amit van Magyarországon. Így van, most így van. Hány stúdió működik Budapest környékén? Ugye ott van az Astra, egy irgalmatlan méretű komplexum Magyaródnál. Így van. Az a legismertebb talán a Korda. Egyek mellett. Itt az origó. Az origó. Van egy stencs. Nem, az origó az itt van a 15. kerületbe, felső kert hmm. akkor van a Stern stúdió, ott van Pomázon, szóval vannak stúdiók, és... Tehát ez egy nagyon nagy, sok embert mozgató ipar itthon is. Így van, így van, és az nagyon jó benne, hogy világ színvonalú produkciók jönnek ide, tehát nem csak kis reklámok, vagy, vagy magyar dolgokat forgatnak itthon, hanem a világ legnagyobb filmjeit ide hozzák. Mi ennek az oka egyfelől gondolom a költséghatékonyság? Ö, igen, de amúgy ö, maga az, hogy az ország tette ennyit bele, vagy a, nem az ország, hanem a filmgyártás tette ennyit bele, amit mondtál, hogy fejlődjön ennyire, az azzal együtt járt, hogy a szakemberek is nagyon felfejlődtek. Előtte is nagyon-nagyon jó szakemberek voltak, de az elmúlt években egy olyan stáb jött össze, olyan szakemberekkel, hogy igazából nem nagyon van olyan dolog, amit ne tudnának itt megcsinálni. Uh -huh. És amikor mondod ezt, hogy ott vár egy eles motor a raklapon, uh -huh. csak be kéne rakni a, a fehér vítóba, vagy hogy meg kell csinálni egy borthogot, mindegy, hogy hogyan csak legyen kész három héten belül. Azért amikor az ember nézi ezeknek a filmeknek a statisztikáit, hogy hát igen, ez így leforgott 80 millióból, 100 uh -huh. millióból, hasonlókból, akkor ezeknek az autóknak a költsége, ez gondolom marginális, tehát hogy láthatatlan szinte produkciós szinten, vagy, vagy hogy alakul? Hát maga, maga egy adott Minden, a... mindegy? Nem, egyáltalán nem. nem. Ennek nagyon komoly előzménye van, mire mi odáig eljutunk, hogy ö, ki legyen mondva az, tehát hogy ott jöhet a raklapon a motor, mm. és hogy ezt megcsinálhatjuk, hiszen minden részlegnek van egy költségvetése, amit a film elején fel kell állítania. És abba a költségvetésbe ugye bele kell férnie a járművekkel kapcsolatosan mindennek, az embereknek, a kopóalkatrészeknek, a műhelyfelszerelésnek, az LS-motornak, az adott autónak a megvásárlásának. Most nyilván, hogyha valami miatt extra kérés jön, akkor ez tud változni, de, de, de összességében ez nagyon komoly előkészülettel jár, mire eljutunk odáig, hogy ez meg tudjon épülni. Hm. Mert hogy ö, tényleg egyszerűen láthatatlan egy autó, mert amikor nézel egy halálos irán filmet, ami most tekintsünk el attól, hogy az ami, de hogy ö, nézed azt a részt, amiben mondjuk V10-es m összetörnek nyolcat, és utána a kaszkadőr koordinátor elmeséli, hogy hát ott igazából tíz autó tűnt el Igen. teljesen. És Igen. Tényleg te autókat szerető ember vagy, autózás szerető ember vagy. Ezzel, ezt a részét hogy rendezed magadba, amikor így ezek így elkárhoznak el a forgatás során? az elején nagyon... -e eszköz? Nem, nem. Hát most, most, már ne, most már úgy hozzászoktam, de az elején nagyon nehéz volt ezt feldolgozni, hogy ugye egész életembe azon voltam, hogy valamit megépítsek, amit tudunk használni, és úgymond vigyázzunk rá. Most persze a versenyzésben is benne volt az, hogy összetörik, de itt meg egy csomószor az van, hogy ennek össze kell törnie, hogy te mondod, hogy van belőle akár több, és a tökéletes felvételre kell törekedni, és nem számít az, ez ezért van, ezért van felkészítve, ezért van ott mindenki, hogy azt lássák, hogy összetörik. De az elején mondtad, hogy te vagy erre a feladatra a jó ember, hogy konkrétan mi volt ez a feladat, és miért te voltál a jó ember? Ugye te, te a te szakádod a ja. drift. Igen. Ez hát a történet ott Az ott félbe maradt? Az ott félbe maradt, tehát ugye az, az most lesz tíz éve ez a történet, mm -hmm. hogy elindult, és nagyon hosszú út vezetett idáig. És a, az az ember, aki által bekerültem, ő nagyon bízott bennem, és nagyon szeretett. Szóval ő adta a nevét hozzá, hogyha én oda kerülök, akkor tudta azt, hogy én a munkámat úgy fogom végezni ahogy az elvárható. És valószínű, hogy ettől jutottunk el idáig, hogy már van egy komoly csapat, mint játszóautó körülöttem, a, akiknek nagyon hálás vagyok, hogy mellettem állnak, a, aki, aki, felettem van, mint koordinátor, játszóautó koordinátor, neki nagyon sokat köszöntek az első film óta együtt dolgozunk, és azóta is kölcsönös a bizalom, és nélküle ez nem, nem jöhetett volna létre, meg, meg a srácok nélkül, akik ott vannak körülöttünk, és, ha kell, éjjel-nappal, tök mindegy szombat-vasárnap, hóba-sárba kimfekszenek és csinálják, mert muszáj és mindenki belerak mindent. És uh, igazából tényleg a, az a bizalmi játék, itt, itt ez a, az egész azért nem, nem, csak szórakozás, sőt ez nem csak szórakozás se a kaszkadőr oldalról, se a játszóautó oldal, játszó oldalról, hiszen mi felelünk Azokért a járművekért, amik stábtagok közt mennek, amiben kaszkadőrök ülnek, amiben színészek ülnek, és igazából mindegy, hogy én most kaszkadőrként vagyok ott, vagy mint játszóautósként, a felelősség így is általában óriási. Volt már, volt már nagy Habci? Kis Habci? Ö... Nem, nem tervezett törés, tehát ami nem a kamerának szólt. Voltak, voltak. Ö... De ezt úgy, úgy képzeld el, ezt az egészet, hogy mire eljutunk odáig, hogy legyen egy akció, uh -huh. egy jelenetbe. Itt a produkció, meg a kaszkadőr részleg előtte már nagyon komoly előmunkával, kockázott elemzéssel, mindenféle tárgyalásokkal, mire lesz szükség az adott jelenetbe, mentőre, tűzoltóautóra, mivel jár ez még. Például lesz-e benne bármilyen olyan effekt, ami ami egy robbanás is lehet. És ez nem úgy van, hogy na, valaki kitalálja, és akkor gyerünk, megcsináljuk, és menj neki a falnak, hanem ez a komoly procedúra, ez végigmegy előtte. Ez mindig így volt, amúgy ne úgy, mert mint ö, egyszer néztem egy Jackie Chan dokumentumfilmet, aki ugye híres arról, hogy nem használk az amúgy használ, de uh -huh. mindegy. Szóval, hogy viszonylag keveset, és hogy ő mesélt róla, hogy, a, hogy az ő forgatásainak a korai éveiben, így a 80-as évek elején semmi nem számított, kitalálták, az akciót csinált. Ha valaki összetörte magát, akkor hívták a következő kaskadőrt, és ő csinálta. Szóval, hogy... Ö, ez... Abba a korban valószínű, hogy ez ment így. Amikor én belekerültem, tehát erről a tíz évről tudok mesélni, uh -huh. azóta ez nálunk így van, és csak még jobban figyelnek rá. Szóval ö, nem az a lényeg, hogy meg legyen az a felvétel, az úgymond Másodlakos, de, hogy ember életet ne kockáztasson senki. Teljesen mindegy, hogy az most Kaszkadőr, vagy ott áll és kamerás, szóval a Safety First. Ez a, az, az első szabály. Nyilván meg kell csinálni az akciót, de azt úgy kell akkor felépíteni, hogy a lehető legnagyobb biztonsággal, lehető legkisebb kockázattal a körülötte lévő emberekre. Meddig tartod a feladatköröd? mint hogy van ugye aztán koordinátor. Igen. aki kezeli, irányítja ezeket a műveleteket, van ugye a kaszkadőr, és hogy a, amikor megterveznek egy ilyen jelenetet, akkor te mikor jössz a képbe? Hát a legelső dolog, hogy a, a koordinátor ugye elkezdi ezt a filmet csinálni, felkérik, és elkezdi elolvasni a forgatókönyvet. Akkor abból kiderülnek, hogy milyen akciók lesznek nagyjából, és szépen lassan, ahogy haladunk előre, sok-sok részleggel, komplet produkcióval egyeztetvén összerakják azt, hogy ez hogy fog megvalósulni, milyen helyszínen fog megtörténni, melyik járművel fog megtörténni, hány ember lesz körülötte, hogy csak egy autó fog menni, és azt látjuk, hogy fölrobban egy úton, vagy ben vagyunk a belvárosba, és megy húsz úgymond háttérautó, és aközt megy egy üldözés. Szépen lassan összerakódik, és az adott kaszkadőr koordinátor kiválasztja azt az embert, aki számára a legmegfelelőbb. Ilyenkor amúgy van konzultáció, tehát hogyha a koordinátor azt mondja, hogy figyelj, ezzel a Porsche-val egy 8,5 méter kéne repülni, akkor megvitatjátok, hogy ez egyetlen lehetséges-e, vagy, vagy ez inkább ilyen hierarchikus rendszer? Nem, teljes mértékben. Itt is, akivel a legrégebb óta dolgozom, kaszkodőr koordinátor. Az évek alatt nagyon jó barátom lett úgy, és neki is nagyon sokat köszönhetek, mert nagyon sok helyre oda engedett és adott bizalmat. És ugye itt visszakanyarodnék arra, hogy ha bármilyen akció van, akkor az első ember, aki felel, mindenki ér, az emberei ér, a kaszkadőrök meg a stábér, az ő lesz. Tehát, hogyha bármi hülyeséget csinálok én, az egy dolog, hogy engem elővesznek, de hogy az ő csapata, ő felelértük, szóval ez egy óriási bizalmi kör hogy egy adott akcióra kit gondol ő, hogy ő lesz a megfelelőre. Mondtál már nemet? Tehát volt olyan, -e, amikor azt mondtad, hogy srácok, ezt ne. Szerintem nem volt ilyen. Olyan volt, hogy sajnos egy adott akciót nem tudtam elvállalni másik produkció miatt, mert akkor épp ott már a játszóautó részét csináltam, de a, akikkel én dolgozom együtt koordinátorok, ö, nagyon-nagyon észnél vannak. Szóval ők is kaszkadőrök voltak, hiszen úgy tud valaki kaszkadőr koordinátor is lenni. 20-30-40 éves tapasztalattal, hogy teljesen észnél vannak. Szóval nem csinálnak hülyeséget, és nem fog olyat mondani, Nyilván ez egy kaszkadőr szakma, szóval fel kell borítani egy autót, vagy belemenni egy busz oldalába, az kockázattal jár. De erre, hogy mondtam, a lehető legjobban föl vannak készítve az emberek, a járműveg, ha kell be van csövezve, ha kell van benne központi poroltó, ott van a mentőszolgálat, ott vannak a tűzoltók, ott vannak safety emberek. Például van egy ilyen borítás, akkor azt, vagy egy nagyobb törés, akkor azt ne úgy képzeld el, hogy bum, elrepül, Megvárjuk, amíg kifolyik a Fagyáló, azt valahogy kimászik az ember, hanem akkor van ott több kaszkadőr is, aki civil, mármint úgy civil, hogy nem civil, hanem nem autóval van, hanem be van öltözve tűzálló ruhába, meg van beszélve előre az, hogy ki mit fog csinálni, ki lesz az első ember, aki oda megy hozzá, ki lesz az, aki bevágja az üveget, kinél lesz poroltó, és ez rendesen le van gyakorolva hogy a lehető legkisebb baj történjen. És e persze ott vannak a, a, tűzoltók komplet szerkocsikkal, és illetve a mentőszolgálat is mindig jelen van. Mi volt a leggrandiózusabb jelentőben részt vettél? Tehát amire azt mondod, hogy az azért az úgy hajhulós volt, mire összeállt és sikerült, de sikerült. Ez érdekes dolog, mert én úgy állok hozzá, hogy a legkisebb reklám, amiben mit tudom én, csak bennül mellettem két színész, és ö, esetleg egy kicsit színészkedni kell, hogyha ők párbeszédet mondanak, és van mondjuk egy két szavas mondatod, az ugyanakkor a feladattal jár, hogy az jól sikerüljön, mintha mit tudom én, ö, csinálunk egy hetes üldözést a városba, egy héten keresztül éjszaka, én benne ülök egy F10-es BMW-be, aminek össze van Egesztve a diffie, van benne egy hidróskézi, és mellettem ül mondjuk néha egy színész, két színész. Beültetik a színész mozgó autóba. Beültetik a színész mozgó autóba, de nyilván, hogyha nagy akció van, tehát hogyha olyat csinálunk, hogy törés van, vagy bármi, esetleg nagy tempóval üldözés, ott nem fog bennülni a színész. Tehát arra vannak dublőrök, hogyha mondjuk többen ülünk az autóba, akkor beültetnek kaszkadőröket mellénk és akkor úgy megyünk. Tehát olyan nincs, hogy bennül úgy egy színész, hogy neki bármi baj eshet. Tehát erre figyelnek. Valebből azt akartam kihozni, hogy a legkisebb, feladatta, a legkisebb feladathoz is úgy kell hozzáállni, mint a legnagyobbhoz, mert bármikor bármi történhet. Nagyon összetett a rádióra figyelni, a kamerára figyelni, ha jön kamerás autó veled, arra figyelni, ha még körülötted kaszkadőrök, akár gyalog, motorral, biciklivel, más autóval megyünk, szóval ez nagyon összetett és rettentően kell figyelni, mert nagyon könnyen meg lehet a baj. Mondtad ezt, hogy bentül a színész dublőrül bent, hogy neked a színésszel milyen interakcióid vannak így a forgatáson, tehát megérkezik, nem is kell feltétlen mondjuk állistásztárnak lenni, mellékszereplő, akárki feltörekvő színész, és mondjuk te egy podot fogsz vezetni, akkor te előtte lekommunikálod vele azt, hogy itt most mi fog történni, és hogy mire kell számítania, vagy ez itt egy másik embernek a dolga? Ez ö, nyilván szituáció függő, de általában azért ö, a színészek körül nagyon sok ember van, aki velük foglalkozik. Tehát pontosan elmondják neki, hogy mi fog történni, de azt tudom elmondani, hogy az elmúlt időszakban, akiket megismertem, mindenki nagyon-nagyon normális volt kivétel nélkül, és felvette a kommunikációt. Tehát az nincs, hogy te oda, most nyilván ha egymáshoz szembeálltok, bemutatkozol neki, meg ha egy kocsiba beültök, de nincs olyan, hogy oda rohansz hozzá, hogy szia, én vagyok, mindjárt megyünk, úgy de jó lesz, hanem ennek megvan, a, megvan az etikettje ennek az egésznek, igen. Ha ő nyit feléd, akkor természetesen, ha ő szeretne beszélgetni, vagy, vagy akármilyen kommunikációt elindítani, akkor azt úgyis meg fogja tenni, és akkor ezt lehet kezelni. Kikkel dolgoztál az utóbbi években? Ilyen ismertebb nevekkel esetleg. Nagyon sok hát, akciófilm forgott most nálunk. Tom Hanks, Harrison Ford, Ryan Reynolds, Ryan Gosling, Mila Kunis, szóval volt jó pár emberke, aki, akikkel, ahogy mondtad, nagyon sok produkció jött ide, nagyon nagy produkciók voltak itt, sok emberkével tudtunk találkozni. Voltak olyanok is, akik lejöttek a műhelybe, mert az origóba volt a műhelyünk, és csak úgy besétált a szereplő megnézni, hogy amúgy hogy vagyunk, vagy mi újság, milyen járműveket építünk, mert érdekelte. Szóval tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy ilyen, ilyen, nagy csalódás engem még nem ért, hogy valaki olyan kőbunkó volt, hogy elfordult és nem köszönt. És a közelmúltnak ugye nagy, nagy húzása volt a Grand Turismo, Blomkamp-a, Blomkampa, ő rendezte, és az, az irgalmatlan erőforrásokat mozgatott meg Magyarországon. Még egyszer még hozzám is eljutott egy lista, hogy ezeket az autókat keresik, és hogy tudok-e valakit. De ezen dolgoztál, Igen. és meg is jelensz a filmben, ha Én jól van. tudom. Én Tehát van. a kőbányai üldözésben. A Csepelen. Csepelen. Csepelen, volt? Csepelen volt, ez a Csepel művek területén volt. Ö, ott a, úgy kezdődött ez az egész, hogy amikor még csak szó volt arról, hogy, hogy már itt lesz ez az egész, és csinálni fogjuk, akkor a legelején pont ez a Kaszkadőr koordinátor, akit említettem már, akivel régóta együtt dolgozom, magyar oldalról ő kapta ezt a filmet, és egyből szólt, hogy ez lesz, és, és nagyon megörültem neki, a probléma az volt akkor már nekem, hogy sajnos a Hélónak, vagy nem sajnos, szerencsére a Héló második részét már elvállaltam. Uh -huh. Mint játszóautó, ugyanúgy, mint, a, mint az első részt. És akkor ment a matekozás, hogy na most melyik kezembe harapjak, hogy a csapatot Akikkel dolgozom, a nekik mondok nemet, vagy ebből maradok ki, hát ismersz, hogy mennyire autós ember vagy. De ezért ez krztiszt, tehát hogy egy te igen, gyerekkori igen, hát ez... élmények. Így van, és akkor a, a legelső történés az az volt nekem, hogy ide jött a kamera próbára. Ide jött egy stáb, egy pici stáb, nem, nem emlékszem már, volt jó pár kamera, és kimentünk a Hungaroringre. És akkor az volt a, az egésznek a lényeg, hogy megnézzék azt, hogy ezekkel a kamerabeállításokkal, ezekkel a járművekkel ezen a helyszínen mit tudnak kihozni. És akkor kimentünk három autóval a hungaroringra, meg a stábbal, meg kameraautóval, és akkor egész nap ment a csapatás. És ebben volt olyan is, hogy a, hogy a végén fölvették azt is, hogy Úgymond a színészkedés részét, ahogy beül a versenyző az autóba, fölveszi a kesztyűt, fölveszi a sisakot. És egész nap autóztunk, és nagyon jól sikerült, és nagyon elégedett volt mindenki. És ez volt az egésznek az előszele. Akkor még nem volt külföldi ö, kaszkadőr itt, csak egy külföldi kaszkadőr koordinátor volt itt, aki, akit ö, nagyon megkedveltünk, nagyon rendes volt velünk, és ő is nagyon nagy bizalmat szavazott arra, hogy Na, akkor szabaduljatok ki a Hungaroringra. Felkamerázott GTR-rel kilátsz egy 15x15 centis lyukon, meg mondjuk balra kilátsz, de amúgy előtted van fölriggelve a kamera, és akkor hadd szóljon. Úgyhogy ez nagy élmény volt, viszont utána sajnos magába a, a, a produkció azon részén, amikor a versenyautók mentek mindenhol, abból, abból sajnos kimaradtam. De szerencsére viszont a színészkedés része az megtalált engem, Rendőr voltam, vagy rendőr is voltam, nem csak rendőr, de ahol látszom a, a filmvásztón, ott épp rendőr vagyok, és a Bauer Bencét állítom amúgy meg. Tehát ő vezeti a másik autót, mert ő ittasan vezet, és én megállítom őket. De hát ők meg ugye a korrádós jelenet, amit mondtál, hogy, hogy... Tudtam, el, azokat a korradókat nem volt könnyű beszerezni, hogy hát három ugyanolyan piros így korradó van, Így van, és abból is volt podosan úgy képzeld el, annak is volt olyan, aminek a tetején volt ez a igen. kapszula, és lehetett úgy vezetni. És akkor itt az egésznek az volt a lényege, hogy én megérkezem a rendőrautóval, kiszállok, oda sétálok, elemlámpával, bevilágítok. Tudja, miért állítottam mi meg? Ilyen szokásos sztori, és akkor ők meg elhajtanak, mi meg utánuk. És igazából ez csak pár másodperces kép az egész, de ott voltunk két napot éjszaka, és ezt vettük. Szóval hát pontosan tudod, hogy egy forgatást milyen, mennyi Igen. idő felvenni. Amúgy uh, Anyagi oldalról, tehát ilyenkor te kaszkadőr vagy, és ez beletartozik a feladataidba, vagy ilyenkor már a szidészként előlépsz, és valamiféle más elbírálása lesz, vagy más gázsi. Ezek, ezek általában beleesnek a kaszkadőr feladatokba, Aha. szóval itt. Ha, ha valami olyan van, hogy akció van, tehát hogy ami nem az, hogy háttérautót vezetsz, hanem összetörsz valamit, elütsz valakit, vagy téged ütnek el, akkor nyilván azt honorálják, külön, tehát ezeket az akciókat, de alapvetően ez teljes mértékben beletartozik. És a egy napi díjjal szemben. dolgozom. Így van. Így van. Ha már az előtésnél tartunk, egyszer egy GT3-os porsche neked kellett elgázolnod Mikit, ha jól Amikit, tudom, igen, aki igen, engem igen. is alakított abban igen. a videóban. Ö, ott egy egy piros 911 GT3-mal mentetek tényleg. GT3 RS, igen, az volt az. Nem eres volt, később egy ismerősöm megvásárolta az autót, mindegy. Nem, nem eres ez? volt? Nem, nem, egy sima. Valamire arra emlékszem, mindegy, igen. Egy ilyen változott. <laughs> szóval, <laughs> szóval, hogy hogy amikor, mesélj el, hogy az a jelenet, hogy állt össze, mert oké, okay, hogy ilyen gázolós videót mi is készítettünk, de ez a Ber Berlin Calling, talán az volt a filmcím? Berlin Station? Berlin Station volt, Berlin Station. így van. És hogy nagyon nekem picit kilógott a lóláp, hogy amikor az autó belső jeleneteket vették, azt egy négy ajtós szedámba vették, mert értelemszerűen a porsche nem lehetett berigezni sehogy, é, mert hogy egy hát, bukócső volt a hátsó ülés helyén és hogy a, a viszont a gázolás maga jól nézett ki. Lehet, hogy amikor egy ilyen életet kitalálnak, ezt Léci, foglald össze, hogy addig a pillanatig, hogy elindulsz az autóval, mi előzi ezt meg? Hát, ugye visszakanyarodok oda, hogy megtudja a kaszkadőr koordinátor, hogy ez a feladat. Utána Ugye ez a kockázatelemzés minden megtörténik, hogy egyáltalán ez a valóságban megtörténhet-e úgy legálisan, hogy senkinek nem lesz belőle se jogi következménye. Legális alatt azt érted, hogy van valamiféle munkavédelmi előírás? Szín. Minden, Aha, nagyon komoly kockázatelemzés van egy adott akcióról. Tehát, hogy mi mit történhet, beveri a fejét a kaszkadőr, akkor az autó elszabadul és belemegy a stábba. Szóval, ezek ez konkrétan, erre megvan egy protokoll amit a produkció, a kaszkadőr részleg összerak, és amikor ez összeállt, és engedély van az adott akcióra, na akkor, indul maga, a, akkor indulhat el a munka a forgatáson ténylegesen. Amúgy ezt az akciót, ezt úgy képzeld el, hogy ugye nem csak én kellettem hozzá, hanem kellett egy olyan kaszkadőr, akivel összhangba is vagyunk, és bízunk egymásba, főleg ő bízik bennem, mert az elég rossz, hogyha Átmegyek rajta 70-nel, úgyhogy nem is számított rá. Nyilván itt nem ez történt. Volt próba előtte egy másik autóval, szépen lassan felépítettünk. Amúgy az a srác, aki, aki a Miki, Magyarországon szinte az egyik legkeményebb és legbolondabb ilyen kaszkadőr, és nagyon-nagyon ügyes. Szóval nem volt kérdés nekem például az, hogy, hogy ez rosszul fog kinézni, ha rajta múlik tehát ugye ez mind a kettőnkön múlik nyilván, és elmentünk lepróbálni a tököli reptérre egy autóval, aminek be volt szivacsozva először az eleje, akkor még volt rajta bukós isak, be volt védőzve, és akkor szépen lassan nézzük meg azt. Itt, itt, az volt a nehézsége ennek a projektnek, hogy ő egy biztosítási csalást játszott el, azt hiszem, és nézte a álló kocsik közül, hogy én mikor jövök. És ugye ő direkt lép ki elém, de viszont semmiképpen nem kerülhetett fel a kocsi tetejére. Tehát ahogy én elütöttem, már ahogy a szélvédőt elérte, nekem egy óriásüt kellett fékeznem, hogy leessen a kocsi elé, mert utána még össze is lesz verve. Tehát semmiképpen nem akarták azt látni, hogy fölmegy a kocsi tetejére, vagy esetleg átmegyek alatta, úgy, hogy a kocsi mögé esik le. Uh -huh. Tehát ezt úgy össze összetimingolni, hogy ez ne úgy nézzen ki, hogy öttel odagurulunk, puff, leesik előre, hanem ennek legyen egy egy nagy dinamikája, és ez kameraképpen jól nézzen ki, ezt azért össze kell rakni. Meg hát ugye az autót is nyilván óvni kellett, szóval ez az autó ez nem egy megvásárolt autó volt, vigyázni kellett rá, de ettől függetlenül ennek jól kell kinéznie, szóval mindenki oda tette magát abba is. Például ezen van egy elég nagy szárny. Így van. Ezt én leszerelítek, leszerelitek, hogyha mégis az autón mögé kerülne, akkor ne zúzze össze magát a hátsó szárnyon, vagy az én fönnmarad. marad. Hát most ez egy jó kérdés. Mert, mert azt mert... emlékszem, hogy amikor az Audi-val gázoltunk, a val arról, arról minden lekerült. Azért, ezt ezt hogy... megint csak a, az adott szituációban a kaszkadőr koordinátor, illetve a kaszkadőrök megbeszélik. Tehát amit mondtál itt az előzőre visszakanyarodva, hogy mennyire kéri ki a kaszkadőr koordinátor esetleg a kaszkadőrök véleményét, uh -huh. ez egy csapatmunka. Tehát nem, itt nem az van, hogy van, akinek akkor is ez lesz, itt higgadtan meg van beszélve minden előre. Nyilván vannak feszített szituációk, amikor kicsit másképp alakul valami, vagy, vagy változtatni kell rajta, de alapvetően az összes ilyen, a legkisebb akciót is megbeszéljük, lepróbáljuk előtte. Nem az van, hogy na, gyerünk, azt, nyomjuk, és mm. akkor valami majd történik és ide visszakanyarodva, hogyha úgy ítéljük meg, hogy az a szárny, vagy akár egy antenna, vagy bármi útba van, és nem látszik a kameraképen, eltüntetjük akár egy matrac darabbal, a leragasztjuk, vagy leszereljük a szárnyat. Szóval ezek a úgymond csalások, hogy a kaszkadőrt lehetőleg jobban védjük, ezek meg vannak benne. Te verted utána össze vagy arról már színész érkezett? Nem, ha nem én vertem össze, de viszont én dublőrbe voltam ott, és azért az se annyira egyszerű dolog, amikor rád raknak egy parókát, meg egy jó nagy szakállat mondjuk, és az rád van ragasztva, és akkor mondjuk 10 órát a kamera előtt vagy, és amúgy leesik rólad 74-szer, mert nyilván ahogy mozogsz, ugye ragasztó elenged, meleg van, szóval ez, ez az egész nem móka és kacagás. Emlegetted előbb a külföldi, szakembereket, külföldi kaszkadőröket. a Daigo Saito jött el a Gran Turismo-ra, vagy keverem valakivel? Nem a Saito volt, hanem a Yoshihara. Nem a Yoshihara. Igen, de a Yoshihara volt, így van, hogy, így van. Hogy amikor jön egy külföldi kaszkadőr, ő más elbírálás alá esik, mint a magyarok, vagy egyáltalán miért van rá szükség, hogyha Magyarország alapvetően jó szakembereket tud biztosítani? Ez ilyenkor a rendezőnek a döntése esetleg? Vagy? Ö, nem, ez az produkciós döntés. Tehát, hogyha egy a produkció van, hogy, hogy jön külföldi kaszkadőr szakértő kaszkadőr koordinátor, akkor nyilván neki ugyanúgy, mint a magyar kaszkadőr koordinátornak megvan a saját csapata, akik, akikbe bízik az évek alatt, akiket ismer, és ez teljesen normális, hogyha ő idejön, és a produkcióba elfér annyi ember, meg szükség van rájuk, meg még pénzbe is belefér, akkor teljesen normális, hogy azzal a csapattal szeretne dolgozni, és azokkal az emberekkel veszi magát körül, akikbe bízik, és megcsinált már számtalan ilyen uh -huh. akciót. Hogy alakul amúgy a, 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 magyaroknak a díjazása a, a az közködőrökhöz képest? Hát talán, mint az összes ö, olyan szakmába, ahol Magyarországot össze lehet hasonlítani a nyugattal. Uh -huh. Tehát alapvetően Magyarországon ez a kaszkadőr szakma, ez egy jól kereső szakmának számít, én úgy gondolom. Csak azt felejti a rengeteg ember, hogy ez a filmgyártás, ez időszakos. Tehát lehet, hogy egy évben egy kaszkadőrnek, főleg egy autósnak van 30 napja vagy 10 napja, de az is lehet, hogy dolgozik 300 napot. Ez a ritkábbik. Szóval, ha az ember csak ebből szeretne megélni, az iszonyat nehéz, nem csak a kaszkadőr részlegeről beszélek, hanem bármilyen más részlegről is. Mivel megcsinálunk egy projektet, az lemegy, ha szerencséd van, még fut az a projekt, már tudod, hogy hova fogsz menni, és tényleg meg is történik. De rengetegszer volt olyan, hogy befejeztünk valamit, és akkor vettünk egy mély levegőt, hogy na most mi lesz. Aztán vagy csörgött holnap a telefon, hogy jött egy másik produkció, és kéne menni dolgozni, vagy mondjuk három hónapig nem volt semmi. Mondtad az elején, hogy szép lassan azért a számítógépes animáció az, az átveszi a helyeteket, viszont azt is mondtad, hogy Magyarország irgalmatlan infrastruktúra fejlesztéseket tolt bele uh -huh. abba, hogy itt komoly filmgyártás legyen, és lett is. Tudsz valamiféle tendenciát levonni az utóbbi évekből, hogy inkább, Inkább kevesebb munkád van évről évre, vagy inkább több munkád van évről évre? Maga a, a, emiatt, a, a fejlődés miatt én nem mondanám egyáltalán, hogy nekem kevesebb munkám van, szóval ez még nem ért utol minket. Itt nem, mm -hmm. nem azt kell elgondolni, hogy holnaptól már nincs rendező, se író, már igazából megcsinálja már egy számítógép az egészet, és készen van. Sokkal inkább mondom azt, hogy a be, befolyásoló tényezők, mint a Covid, mint akkor volt ez az író sztrájk, ami nagyon megállította a Covid után. Ezt ti is megéreztétek az író Teljes mértékben. Hát volt olyan produkció, aminek azt hiszem már egy hete volt, hogy elkezdjen forgatni, tehát a komplet stáb volt felállt minden helyszínek, és elmentek. Mert sztrájkolt mindenki. Sztrájkoltak a színészek, sztrájkoltak az írók, és utána nagyon-nagyon hosszú idő volt, megint csak mire újraindult. Tehát, hogy ez annyira összetett és annyi ember kell hozzá, hogy mire fölé, ha, ha elindul és már működik, akkor tök jól működik. De ha valamitől itt szétesik, akkor nagyon hosszú idő, mire újra felépül és újra el tud indulni. Mi az uralkodó munkaadótok, úgymond tehát az amerikai produkciók, de azért látni, hogy Európa is az utóbbi időben tesz le ilyen filmeket, mit tudom én, most csak a közelmúltból tényleg egy, egy életre valókra gondolni ebben. Uh -huh. Nagyon komoly autós jelenetek voltak például, az indiai filmgyártás is erősödik, és nem csak ezekre a bollywoodi szörnycülöttekre gondolok, hanem ott nagyon komoly drámai filmek vannak, és az indiai színészek már folynak át a mainstreambe, ugye Hollywoodba Igen. is akár. Szóval, hogy Oké, okay, Amerika adja a legtöbb munkát, de vannak esetleg más olyan produkciók is, amik beszivárognak már ide. Teljes mértékben, ugye én, ahol elkezdtem, vagyis ahol most is dolgozom, az egyik filmgyártó cég, ők általában csak ezeket a nagyobb produkciókat uh -huh. hozzák ide Magyarországra, de a kaszkadőrség által, viszont a legkisebb magyar reklámtól egy indiai produkción át, egyiptomi produkció, volt már minden, ami volt itt Magyarországon, vagy a köz környező országokba is elmentünk oda forgatni, és ugyanolyan izgalom az is. Szóval egyáltalán én nem teszek különbséget, hogy most van egy 400 főstáb, vagy valahova elmegyünk egy 50 fős tábbal, ahol amúgy tök jó akciókat csinálunk meg, és azt lehet, hogy csak majd valahol egyiptomba egy streamet valamint fogják látni az emberek. Van egy gyűjteményed, amúgy? Tehát van, van, van egy ilyen SSD valahol, ahol az van, hogy filmjeim, vagy munkáim, vagy vagy most már így nem foglalkozol ezzel? Ö, pont tegnap, mielőtt ö, jöttem ide, és beszélgettünk arról, hogy, hogy mi, miről fogunk majd itt beszélgetni, akkor így ránéztem a kis listámra, és 37 produkciónál járok, amiben dolgoztam kompletten, tehát 10 év alatt. Ebbe volt olyan, ami 6 hónapos volt, volt olyan, ami 3 napos volt, volt ami két hónapos volt. Szóval ilyen teljesen rapszódikus. Volt, ami másfél éves volt. Mit lehet oh. másfél évig csinálni? Hát, ugye, az, mondjuk így az ilyen nagyon hosszan elnyújtottan, az ilyen nagyon nagy filmek, sorozat is lehet, de aminek az előkészülete is nálunk hosszú. Szóval ez nem úgy néz ki, hogy valaki azt mondja, hogy ide jöjjünk forgatni, és holnap forgatunk, ez a ritkábbik, hanem ezeknek a nagy produkcióknak van előkészülete. Mire az iroda felépül, mire megvan a könyvelés, bla, bla bla bla. És nyilván ez a részlegre is kihat. Tehát amikor ilyen nagyobb építések vannak, mint a Hélo, amit csináltunk, hát ott majdnem fél év volt az előkészület, mire, az össz, mire mi elkezdtünk dolgozni, és mire eljutottunk az első forgatási napig. Tehát fölépült egy nagy műhely, fölépült a brigád, és akkor szépen lassan szortuk ki az autókat. Van amúgy különbség? Tehát, hogy az utóbbi időben rohadt erős a streaming térnyelés, ez ugye minden évben el is írja magát Hollywood, hogy jaj, jaj, nem tudják a lépést tartani a netflix el de hogy van valami különbség, amikor egy streaming szolgáltató produkciós cégének dolgozol, mint mondjuk a klasszikus hollywoodi menetben, vagy ezek tulajdonképpen ugyanazok a szakemberek, akik most streamingre forgatnak? Magyarországon azért ö, rugalmas mindenki. Tehát ö, aki szeretne filmgyártásba dolgozni, és ö, szakember, a nagyjából ugyanígy áll hozzá, mint én, hogy igazából ő dolgozni szeretne. Most persze nem mindegy. Igazából a projektek hosszúsága nem mindegy, meg az, hogy milyen brigáddal dolgozol együtt. Tehát ő is tud mérlegelni, ha, ha lehet választani, hogy elvállal egy három hónapos filmet, 30 nap forgatással mondjuk, vagy elvállal egy 6 hónapos filmet, amiben sokkal többet dolgozik. És akkor itt lehet mérlegelni, akinek van lehetősége rá, hogy hogy válasszon egyáltalán. Mert ugye, mint mondtam, ezek projektek, és a, a szerencsén kívül, a, azon kívül, hogy milyen ember vagy, tényleg a csillagoknak is össze kell állnia, hogy úgy egy húzamba tudjál dolgozni hosszú ideig. Beszéljünk egy kicsit, a, beszéljünk egy kicsit a, az előzményekről, mert ugye nyilván te a drift versenyzésből kerültél be, be ugyanúgy Igen. a Markonban Így van. mentél, mész, és hogy Oliver azért mondta nekem, hogy, hogy neki például van kaszkadőr vizsgája, tehát, hogy elvégzett egy ilyen képzést. De hogy, de hogy téged, amikor odahívtak erre az első rendezvényre, akkor gondolom még nem volt ilyened. Tehát, hogy ah, oké, okay, hogy valaki látja a te versenyeredményeidet, és hogy tudsz vezetni, meg hogy az autóval eltalálsz két bója között 5, -5 centire, százzal, ez, ez tök szép és jó. Viszont hol jön be a képbe az, hogy kell a tanfolyam, hogy, hogy kell a komolyabb képzettség, meg ilyenek. Te elvégezted ezt a képzést amúgy? Van, 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 nek, van nekem is, de, de nem volt rá soha szükségem, szóval sok uh, itt nem, nem ez számít, itthon, én úgy gondolom, hanem a a Akkor kapcsolat, miért létezik intézmény? Hát szerintem ez amúgy rengeteg szakmárja igaz, nem csak erre, hogy ö, van, akinek nincs esetleg ö, valamilyen végzettsége, de attól függetlenül olyan szinten műveli a, az adott szakmát, mint sok más, aki elvégezte ezt, ezt az iskolát. Most ezt legyen bármi, bármilyen témáról szó. Amikor én elkezdtem ezt az egészet, és bekerültem tíz évvel a játszóautó részleghez, ott a legelső produkcióban megismertem azt az embert, akivel a mai napig együtt dolgozok, ez a kaszkodőr koordinátor. Uh -huh. És ö, valahol kim voltunk Szlovákiába, éjjel forgattunk, nagyon hideg volt, és egy Mi-8-as helikopterről próbáltam a kereket leszedni, ö, megfelelő szerszám nélkül, mert defektes lett, és volt egy másik kerekünk rá és ott kalapácsoltam a sárba ezt a nagy anyát, ami volt ekkora, hát egy helikopternek a kerékanyája uh -huh. elég nagy, és volt rajtam egy markomos pulóver. És csak azt hallottam, hogy valaki hangosan felolvassa a hátamon, hogy Markom Racing. És akkor kérde hátrafordultam, és akkor ugye én már tudtam, hogy ő ki, és akkor bemutatkoztam neki, hogy én vagyok, és kérdezte, hogy mi, mi, ez a Markom Racing Team. És akkor ugye még gyerekcipőbe jártunk, de már ugye versenyeztünk, és mondtam, hogy ezzel foglal, hú de jó, hú de jó, hú de jó. Aztán eltelt pár nap, megint találkoztunk, megint beszélgettünk. Eltelt egy következő produkció, még jobb, még többet beszélgettünk. Hú, hát majd, ha lesz egyszer olyan, hogy uh, ilyen autózásra szükség van, akkor ő nagyon szeretné, hogy engem érdekel, akkor kipróbálnám. És eltelt majdnem négy év, és egyszer csak, ahol mi, mi vittük a járműveket abba a filmbe is, Szólt a rádión, hogy asszi, itt van az a 46 ez egy 1.8-as 46 volt, kombi, nem volt benne se hidrós kézi, se egesztetni, semmi, és akkor kérdezte, hogy itt van, és mondtam, hogy persze itt van. Jó, ki tudjuk próbálni? És akkor odavittem neki, és kiszálltam, és át akartam ülni az anyósra. És akkor mondta, hogy nem, 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 azt szeretné látni, hogy én mit tudok vele csinálni. És akkor kint voltunk a Tököli reptéren, és egy lezárt részen akkor a, arra volt kíváncsi, nem arra volt kíváncsi, hogy én, hogy vezetek, nyilván arra is, de hogy ezzel az autóval meg lehet-e fordulni kézifékkel, hogyha gyári kézi van benne, uh -huh. vagy hogyha alárugsz a kuplunknak, akkor csak egy kerék forog, vagy megmozdul a másik is, stb. 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 És akkor. Ő már akkor engem látott versenyezni, és akkor tudatosult bennem, hogy lehet, hogy lesz egy olyan akció, amiben szeretné azt, hogy én vezessek. És akkor el is jött ez a pont, hogy egy mély egy még nem is volt átadva, full friss volt a mély garázs, az volt a történet, hogy elindul a színészünk, kitolat, csikorog a kerék, füstöl a gumi, elindul, és az oszlopok közt, ugye volt néhány autó, volt olyan, hogy jött az autó, jöttem én, és az autó kitolatott elém, és tudod, ott el kellett úgymond csúszni előtte be az oszlop közé, akkor a másik oldalról jött, és ott nem is ki csúszni. És akkor ez volt az első ilyen kaszkadőr feladatom, amit csináltam. Most, hogy visszatérjünk arra, sokkal igazából mindegy, hogy most te lovas vagy itt, vagy sportba vagy nagyon jó, itt az ismerettség számít, és utána, amikor megismer az adott kaszkadőr koordinátor, az, hogy hogy végzed a feladatodat. Itt nem csak arról van szó, hogy valaki jól tudjon leesni a háztetőről, hanem hogy milyen ember. Szóval nincs késés, nincs a díszletbe telefonnyomkodás, odafigyelsz, nem tűnsz el. szóval ez nagyon összetett, fegyelmezett munka, amikor a kamera közelébe ott vagy akár színészszel. Szóval így nagyjából így tevődik össze, nem, a, nem az, nem az most a... Egy, ez most egy nagyon megfoghatatlan kérdés lesz, de mennyire kell tudni ehhez autót vezetni? Hogy lehet ezt egyáltalán ö, meghatározni? Ez, ez tök jó amúgy, mert jó a kérdésed nagyon, mert úgy épül fel ez az egész, hogy az adott kaszkadőr koordinátor, legyen az bármelyik, nem azt fogja csinálni, nyilván a kaszkadőr védelme miatt, meg a saját védelme, meg a stár miatt, hogy na akkor elmegyünk egy nagyon nagy forgatásra, és akiről elvileg tudjuk, hogy jó autóversenyző bármilyen ö, tekintetbe, az bedobják a mély vízbe, hanem ez szépen lassan fel van építve. Tehát először eljön velünk úgy, hogy mondjuk van egy utcanépe jelenet, ahol megy tíz darab háttérautó, ami körül megint csak megy egy főhős autó és menekül, akkor beültetik abba az autóba, megnézik, hogy egyáltalán mit csinál arra, amikor 15 embernek egyszerre kell mozogni autókkal, és mindenkinek mondjuk kell mennie 40-nel, 50-nel, és ugyanabba a pozícióba el kell menni 120-szor, hiszen a kaszkadőr, aki köztünk megy, ő arra számít, hogy azok az emberek abba a pozícióba lesznek, ahogy lepróbáltuk. Szóval ez szépen lassan felépül, és megnézik a kaszkadőr koordinátorok azt, hogy, hogy ki milyen ember, és ki mire képes. Szóval ez nem, nem olyan egyszerű. Van aki, van aki, nagyon jó autóversenyző, de például, hogyha ha már rádión is kell beszélgetni, és másokkal is kell, másokra is kell figyelnie, első asszisztensre, az arcába van két kamera, az, az nem komfortos neki, és hiába amúgy egy nagyon jó sofőr, nem fogja olyan kényelmesen végezni ezt az egész munkát, de ez nagyon hamar kiderül, szóval a, a legelején kiderül. Az, több kell annál, mint hogy tudsz vezetni? Mindenképp, igen. Agyatónia igen. tűrés. Az, nyilván az is, meg, meg mondom, nagyon-nagyon a ott kell lenni fejbe, mert nem játék. Vannak olyanok, amikor egész nap csak ezt az utca népe jelenetet veszük, és 250-szer elmegyünk, 40-en 40 egyenesen. Most a, ott is mondom, hogy ha valaki rossz helyen van, hamar baj van. De az nem olyan, mint amikor például ez a, ez a produkció, amiről beszéltem, hogy ott az F10-zel autóztam, azt én nagyon élveztem, <kül> mert olyan autó volt, amivel ö, jó volt menni, hogy jó kézű volt benne, össze volt hegesztve a diffi egy 3 literes benzines motorja volt, most nyilván nem nagy dur, de arra, hogy csepelen a macska kövön bárhol keresztbe menjél meg, hogy 60-nal, 80-nal el tud csúszni kézifékkel, tökéletes volt. És ezt úgy több éjszakán keresztül csinálni, úgy, hogy üldözöl motorost, még két autó jön mindenhol, akkor esetleg lövöldözés, robbanások vannak, figyelni kell nagyon, nem játék. A, a drift az nagyon erősen megjelenik mostanában a produkciókban, uh -huh. mert hogy valamiért az utóbbi húsz évben, ahogy ez a sport, ez betört a mainstream-be, a japán hegyi hágókról, hogy az lett a látványos autózás, és amikor egy autó keresztbe megy, múltkor néztem például a Ryan Reynoldsnak volt ez a valamilyen nyolcas, aljas nyolcas, vagy bűnös nyolcas, mit tudom én, és hogy a film eleje egy 25 perces üldözési jelenet volt, ahol ahol egy Alfa Giulia QV-vel mentek, amiben tehát bele volt vágva a filmbe a hidrós kézi, tehát a De Franco húzta a kéziféket, nyilván nem ő, de hogy a potban ő húzta a kéziféket, vagy hát a, a rigben ő húzta a kéziféket. Szóval, hogy, hogy um, ez, ezt jól látom, hogy ez most a, a látványos autózás az, az a film amikor egy autó keresztbe megy. Mert mondjuk ha megnézed a ronint, ami szerintem az autós üldözéseknek az etalonja mindörökké, ott, ott szép pontosan mennek többnyire inkább. Hát ez azért mindig a, attól függ, hogy hogy mi a sztori, és hogy mondjuk a mit szeretne látni a rendező, uh -huh. és a, az akciórendező például, ő, ő mennyire engedi el magát ilyen téren, meg mire van lehetőség. Tehát, amiket mondtál, azok nagyon nagy költségvetésű uh -huh. filmek voltak, és van olyan produkció, hogy csinálnánk, csak esetleg nincsen rá úgy keret, hogy nincsenek olyan felkészített autók meg, hogy nincs belőle tíz darab. Szóval uh -huh. akármilyen üldözés van, van, hogy odaérünk egymáshoz. Ez elkerülhetetlen, de ezzel semmi baj nincsen. Ezt akartam kérdezni, mi van a szándékontúli töréssel? Tehát amikor... Hát az, az semmiképpen ö, nem jó, hogyha úgy törik össze a díszletbe egy autó, hogy hogy ez nem volt tervezett, de azért, hogyha nem az, nem az van, hogy a, a, a bérelt porsét csukjuk össze, akkor ezek elég rugalmasan vannak kezelve az ilyen kisebb kategóriájú dolgoknál is, mert amit megvásárol a produkció, és tudjuk, hogy bekerül egy akció jelenetbe, akkor ott mind a produkció, mind a játszóautó tudja, hogy nem nem kéne összetörni, de benne van a pakliba, hogyha valamit gyakorlunk, vagy élesbe megy, az össze tud érni. Uh -huh. És tényleg a másik nagyon fontos kérdés, hogy beleöltök akárhány száz munkaórát ezeknek a, mondjuk a Vortognak a megépítésébe, vagy a Marsaira megépítésébe. Mi lesz ezekkel az autókkal forgatás után? Van, amit használnak promóciós célokra, hát igen. de azért a, a, legtöbbször azt hallani, hogy ezek az autók erre a elenyésznek a világba. Volt már, amit hazavittél? <laughs> Nem, sajnos nincs otthon a pedig a v jól elállnának, tehát kételes motoros dolog, az simán elállna ott otthon, az azt tetszene. Ö, ez mindig a produkciótól függ, tehát volt olyan, amit például kiküldtünk Amerikába, mert a Premierre kirakták oda, hogy uh -huh. legyen ott. Aztán vannak olyan járművek is, amiket letárolnak bármilyen célból, abból a célból esetleg, hogy jön egy második rész, vagy vagy lesz egy pótforgatás, és akkor... Tényleg a... basszus, hát a Mad Max 2-höz úgy kellett visszavásárolni az Interceptort, igen, mert, mert hogy már a harmadik igen. tulajnál járt a film után. V vannak ilyenek, szóval, de olyan is van, hogy vége egy produkciónak, és sajnos amit megépítettünk, az megy a mélybe is, ennyi volt. Uh -huh. Szóval ezek legtöbbször nem kerülhetnek ki közúti forgalomba semmiképpen, meg magánemberhez se, csak nagyon ritka esetekben. Uh -huh. Van még valami itt tíz év után, amit szeretnél megcsinálni? Vannak ilyen kitűzött céljaid, hogy, hogy egyszer egy olyan akciót, egy olyan méretű bulit levezényelni, egy olyan autót megépíteni, ami még nem volt? Van valami, ami így irracionálisan nagyon közel áll hozzád? Igazából még mindig úgy gondolom, hogy van itt bőven, mit csinálunk meg, mivel nagyon-nagyon jó csapat állt össze, mind a játszóautó oldalról, mind a kaszkadőrök oldaláról, tehát olyan szakemberek vannak, akikkel imádok dolgozni, és már csak az jó, hogyha látom, hogy ők mit csinálnak, most gondolok itt a, az összes többi kaszkadőrre, aki esetleg nem autós. Tehát olyan brigád jött össze, hogy élmény velük dolgozni. Segítjük egymást azért, hogyha olyan a szituáció, hogy valakinek esetleg egy kicsit nem komfortos, vagy kell segítség, akkor ez egy csapatként működik, és és kihozzuk belőle a maximumot. Így autós téren azért lenne még itt szívesen csúszkálnék továbbra is, de például nagyon izgat, nem tudom miért évek óta, hogy egy autóval vízbe uratni. Valószínű, a víz szeretete az, 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 be, az bennem van, ugye a mindennapjaimból, hogy nagyon-nagyon Vízközeli ember vagyok, de hogy például egy ilyen, hogy egy rámpáról, vagy egy part oldalról, vagy egy kikötőből beleugrásunk egy vízbe, az, az is jól, jól, tud, jól tud kinézni. Ilyen, ilyenek vannak a fejembe. Aztán meglátjuk. Mindig ebbe a szakmába az a csodálatos, hogy sose tudod, hogy mi fog történni. Tehát amikor azt hiszed már, hogy mindent láttál, és minden megtörtént veled, akkor jön valami teljesen új, és meglepetésként ér, és ahhoz kell alkalmazkodni és a lehető legjobban megoldani ezt a feladatot. És hány évet adsz még magadnak ebben? Tehát mondtad, hogy, mondtad, hogy azért ez nem egy tervezhető életvitel, hanem, hanem, vagy van, vagy nincs, mint a kutya vacsorája. Igen. De hogy, hogy meddig szeretnéd még ezt folytatni, vagy hogy lehet, tudnád de esetleg ezt úgy csinálni, hogy, hogy, valamilyen tervezhetőbb körülmények között vagy? Vagy hogyha a filmiparból kiszállsz, akkor az így ennyi. Igazából ez ö, szerintem azon fog főleg múlni, hogy az elmúlt években azért nagyon ö, jól felépült nekem az a része, hogyha nem volt mondjuk játszóautós film, akkor szerencsére el tudtam menni, kaszkadőrködni. És, és azért nekem nem voltak olyan nagy kihagyások most a COVID-on, meg ezen hmm. az on kívül, hmm. hogy szerencsére úgymond a filmgyártáson belül több lábon állok. Szóval nem az van, hogy nem vagy ráutalva egy szegmensre. Igen, igen, és ez óriási szerencsém. Ö, úgyhogy ö, én úgy gondolom, hogy amíg ö, élvezem, és ö, nem az lesz, hogy ö, már a hátam közepére nem kívánom, nem az akciók miatt, hanem maga az, hogy föl kell kelni télen hajnali négykor elindulni Kietyekre, és akkor majd este kilenckor, tízkor hazaérünk, és ezt csináljuk három Nagy héten át. Nagyon hosszú igen, elég hosszúak a napok, és rettentő fárasztóak. Tehát akkor, akkor talán még én jobban el fáradni, akkor, ha nincs úgy tényleges akció, tehát, hogy nem vagyok úgy kamera előtt, de ott vagyok, én abban jobban elfáradok, mintha egész nap nyomjuk, és csináljuk, amit kell. Min dolgozol most? Dolgozol most egyáltalán valamin? Igen, folyamatosan vannak kisebb-nagyobb produkciók, van ilyenkor amúgy titoktartási? Természetesen, igen. És ö, nagyon sajnálom is, hogy ö, amit ö, idén forgattunk, kettő nagyobb, már ami leforgott, uh -huh. hogy arról most nem tudok neked mesélni, mert ö, mind a kettő ilyen meghatározó volt az eddigiekbe, ö, de majd reméljük, hogy arra is sor kerül, hogy azokat el tudjam mesélni. Természetesen nagyon komoly titoktartási nyilatkozatokat kell aláírnunk, mielőtt elkezdünk mi ott dolgozni. Szóval nem csinálhatunk, nem küldözgethetünk fényképet a díszletről. Ki kell nem rakni semmi... a telefont, vagy megbíznak benne? Hogy <coughs> megbíznak bennünk. Mindenhova ki van írva, de rád is szólnak. Tehát ha azt látják a díszletben, hogy te nem azért fotózol, nem a munkád miatt fotózol, tehát mit tudom én, ha... Nekem le kell fotóznom egy autót, hogy belerakjam egy bukletbe, vagy, vagy kell egy alkatrész hozzá, nyilván oda megyek, lefotózom. De hát ha valaki azt látja, hogy Vaktában a díszletet, meg a színészeket ö, fényképezgetik, arra rögtön rászólnak. szóval erre mm -hmm. nagyon figyelnek. Szi. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm. Érdekes a volt. Aztán, hogyha előkerül valami olyan film, amit dolgoztál, akkor ismételjük már ezt meg. és hozok néhány szívesen. fotót, amit megmutathatsz. Nagyon szívesen. Köszönöm még egyszer. Én köszönöm. Szépen.